Nem csak az internet veszélyeire, hanem az azokat a lehetőségekre is kitért az internetjogász a szenior korosztálynak az internet használatról tartott előadásában. Bonyhádon a Vörösmarty Művelődési Központ szervezte meg a Safer Internet program keretében a tájékoztatót. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 2009 óta gazdája az Európai Unió által életre hívott biztonságos internet programnak. Ennek az a lényege, hogy az országot járva felkészült oktató szakértők beszélgetnek gyerekekkel, fiatalokkal és érdeklődő felnőtteknél arról, hogy mi történik a világhálón, ki mit, miért használ, milyen veszélyforrások vannak, ezeket hogy lehet kivédeni, mire érdemes figyelni, milyen szokások, trendek vannak, a generációk hogyan tudnak párbeszédet kezdeményezni az internet világáról. A mai találkozó témája kifejezetten a szenior korosztályt szólítja meg. Az a tapasztalat, hogy egyre többen használnak már okos eszközöket. Az interneten megjelentek a közösségi hálókon, csevegő alkalmazásokat, mert hogy nagy a késztetés bennük arra, hogy igenis kapcsolatot tartsanak a gyermekeikkel, az unokáikkal. Gyakran ez olyan életszerű helyzet hívja életre, hogy nagy a távolság például a családok között, és hogy a kapcsolattartás formája áttevődött az online térbe. Így egy picit közelebb érezhetik magukhoz a családtagjaikat, vagy az is előfordulhat, hogy ők maguk végeznek aktív online tevékenységet. Például interneten vásárolnak már karácsonyi ajándékot, netes bankolás van, e-maileket, játszanak. Ez egy kiváló közösségteremtő felületté is nőtte ki magát, és nem árt, hogyha ez a korosztály is képben van arra, hogy mire érdemes figyelni, ők mit, miért használnak, és hogy ne kerüljenek kellemetlen kínos pillanatba. A tapasztalat azt mutatja, hogy az idősebb korosztály között egyre elterjedtebb a mindennapi internet használat. Kaptam egy okostelefont, ezen van Facebook, ezt akarok vele megtanulni valamit, de szoktunk egyébként interneten is a férjem szokott kérni, amikor szükséges, pont karácsonyra is volt rá példa. Baracsik Katalin hangsúlyozta, az internet folyamatosan bővülő térnyerésével a csalási módszerek is napról napra változnak. Legutóbb például a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében hamis elektronikus levélben adóvisszatérítésre hivatkozva próbáltak személyes ügyfél adatokat megszerezni a csalók. Nyilvánvalóan, ha az internet világáról beszélünk, akkor ott ma a legnagyobb érték az adat. A személyes adat, a nevünk, a címünk, a telefonszámunk, az e-mail, a különböző jelszavak. Ha felnőttekről van szó, akkor a bankoláshoz kapcsolódó adataink, és ezek igenis gyakorta válnak céltáblává. És ha valaki olyan csöppen bele ebbe a digitális világba, akinek nem egy természetes, vele született közege volt, akkor képes minden rázúduló információt valóságosnak felfogni, és azt gondolja, hogy igen, mivel ez egy hatóságtól érkező megkeresés volt, mondjuk akár ott van az adóhatóság logója, vagy a rendőrség logója, akkor nekem úgy kell eljárnom és cselekednem. Ebben kell egy picit rávilágítani arra, hogy az internet annak ellenére, hogy a lehetőségek tárháza, felkínálja annak is a lehetőséget, hogy mások visszaéljenek és kihasználják az embereknek a jó hiszeműségét. Azért nyilvánvalóan egyre kifinomultabb módszerekkel találkoznunk, és nagyon fontos az, hogy az adathalászlevelek közül még mindig az a leggyakoribb, amikor mondjuk valamilyen hatóságot színlelnek, és egyre kifinomultabbak az ilyen típusú levelek, hiszen pontosan az interneten fellelhetőek már az adott szervezetnek az arculati elemei, egy egyszerű billentyű kombinációval letölthető ez a kép, és az emberek már annyira kreatívak, hogy tudnak fogalmazni egy hivatalosnak tűnő levelet. Ilyenkor nagyon gyakran a banki adatokhoz, információkhoz szeretnének hozzáférni. És nyilván egy külön terület maga az internetes bankolás. A szakjogász kiemelte, az állami szervek, bankok, akár közüzemi szolgáltatók semmilyen esetben nem kérnek személyes adatokat, bankkártyára vonatkozó információt e-mailen keresztül. Hozzátette, ezek a csalások kikerülhetőek, ha józanul végig gondoljuk az adott szituációt, de érdemes az adott honlapot is leellenőrizni, mielőtt gondolkodás nélkül megadnánk személyes adatainkat.